oltalmazó Isten, te kincs lel, és nézz fölkented arcára, mert jó a te házadban egy nap, mint ezer máskor. Mi kedvesek a te hajlékaid seregeknek túlva, kívánkozik és sóvárok az én lelkem az Úr csarnokaik után. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben van most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Oltalmazó Isten, te kincs lel, és nézz fölkented arcára, mert jó a te házadban egy nap, mint ezer máskor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Testvéreim, szeretettel köszöntelek. Imád karanténban, ismételten képernyő világban, de reméljük, hogy csak ez a vasárnap és a jövő vasárnap, és utána ugyanúgy, mint ahogy a székieket kiengedték a karanténból, minket is kiengednek, és akkor már személyesen is találkozhatunk. Ahhoz, hogy szentmisénk találkozás legyen az Úrral, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked,
nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú. Urunk és Istenünk, Isten bárányban, az Atyának fiúja. Elveszed a világ bűneit, irgalmazd nélkül. Elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nélkül. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus. A Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Isten, kegyelmeddel tarts távol tőlünk minden rosszat. Add, hogy minden testi-lelki erőnkkel szolgálatodra álljunk, és készségesen teljesítsük szent akaratodat, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan. Könnyen felismerik, akik szeretik, és rátalálnak, akik keresik. Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá, aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve találja. Róla elmélkedni tökéletes okosság, aki érte vír azt, hamar megszabadul a gondtól. Hisz maga megy, és megkeresi azokat, akik méltók rá, barátságosan megjelenik nekik az utakon, és minden szándékukban találkozik velük. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem. Hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem. Uram Istenem, virasztva keresve, az én Istenem, Te vagy nékem. Téged szomjaz lelkem, testem utánat tepve, mint a puszta tikkat kiaszott földjel. Hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem. Szentégedben neked szolgáltam, hogy erődet és dicsőségedet megláthassam, mert irgalmat többet ér, mint az élet, ezért hajkam dicsőít téged. Hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem. Neked mondok áldást, amíg csak élek,
a te nevedben tárom imára kezemet. Mint dúsra kumával te jégbe lelkem, ajkam újjon szám dicsőit téged. Hozzád vágyolik szívem, én Uram Istenem. Még fekvőhelyemen is rád gondolom, hajnalig rólad elvélkedem. Valóban te lettél védelmező, szárnyaid oltalmában örvendezem. Hozzád vágyolik szívem, én Uram Istenem. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Testvéreim, az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. Az Úr tanítás alapján ugyanis ezt mondjuk nektek. Mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonájának szavára az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi élők, akik életben maradunk, velük együtt elragadtatunk a magasba, hogy találkozzunk Krisztussal, és örökké az Úrral legyünk. Ez az Isten igénye. Istennek legyen hála. Vigasszatok és készen álljatok, mert nem tudjátok, hogy az ember fia melyik órában érkezik. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Avval az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. 5 közülük balgák voltak, 5 pedig okosak. A balgák fogták a lámpásokat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosok azonban korsóikban olajat is vittek a lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, és ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszer kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, menjetek elébe! Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosokat,
adjatok az olajatokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosok ezt válaszolták. Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény. És akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is, így szóltak. Uram, uram, nyis ajtót nekünk! De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vírasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedveseim! Én már sokszor mondtam, hogy az evangéliumi szakaszt, illetve az olvasmányokat nem a pap választja, hogy mikor, mit szeretne olvasni. Az, hogy pont most, pont ezek az olvasmányok vannak, Szentírásnak ezek a részei hangzanak el, ebben a karantén időszakban, amikor minket egy kicsit bezártak, hogy a vírus ne tudjon terjedni annyira közöttünk, ez csak a nagyfőnök tudta kiszámolni, hogy mikor mi lesz. Hiszen a mai olvasmányokban nincs másról szó, mint a találkozásról. Az Úrral való találkozásról. Már a bölcsesség könyvében azt olvastuk, hogy a bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és rátalálnak, akik keresik. Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá. Ki korán reggel keresni kezdik, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve találja. Róla elmélkedni tökéletes okosság, és érte, aki érte viraszt, hamar megszabadul a gondtól. Hisz maga megy, és megkeresi azokat, akik méltók rá, barátságosan megjelenik nekik az utakon, és minden szándékokban találkozik velük. Azért olvastam fel, mert még egyszer, mert ha bölcsesség könyvének részlete fényében olvassuk az evangéliumot, egy kicsit más megvilágítást nyer. Hiszen itt a bölcsesség, aki nem más, mint Isten, mint Jézus Krisztus, jön és keresi az embert. Az őt keresőt. Ha keressük, rátalálunk. Akik vágyódunk rá, azoknak megmutatkozik. Az ajtónknál ülve rátalálunk. Hát az ajtóba rátalálunk, hiszen ránk vár. Sőt, hogyha kinyitjuk az ajtót, akkor még be is jön. Tehát, ha ilyen előfeltételekkel, idézőjelben, ezzel a szempontrendszerrel kiegészítve olvassuk az evangéliumot, amikor is jönne a vőlegény, kéne menni elébe, és közben késik, tehát ez a vőlegény az mindig jön. Minden egyes nap az életünkben mindig érkezik, és mindig találkozni akar velünk. És azért akar találkozni velünk, hogy amikor odaérünk
a nagy találkozáshoz, amikor el kell búcsúznunk a földi élettől, akkor ismerősei legyünk, barátai legyünk, testvérei legyünk, és úgy köszöntsön minket, mint akik már régi kollégák. Mint akik már jól ismerik egymást, már tudják, hogy mikor tudunk találkozni, mik, hol szoktunk összejönni, már összeszoktunk ebben a földi életben. És akkor, amikor nyitani kell az ajtót, akkor nem azt mondja, hogy bocsánat, de én nem ismerlek titeket, nem azt mondja, hogy gyere, végre, most már ezután mindig, minden földi körülményt félretéve, megszabadulva a tér és az idő korlátoltságától, ezután már együtt tudunk lenni. De a találkozás az két emberen múlik. Illetve két személyen múlik, hogy úgy mondjam. Mert Jézus nem csak ember, hanem Isten is. Ő mindig keresi a találkozást velünk, életünk minden pillanatában. A kérdés az, hogy mi mennyire akarunk találkozni vele. Mennyire akarunk együtt élni vele. Keressük-e az ő jelenlétét az életünkben. Hogy azt mondjuk, hogy én még most van idő aludni, nem izgulunk. Majd amikor. És nem vesszük komolyan az evangélium felhívását, hogy vilasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Vilasszunk, keressük az Istennel való együttléteket, azért, hogy ismerősök, barátok, gyermekek, testvérek legyünk a nagy találkozás pillanatában. Bár most nem tudunk fizikailag találkozni vele, csak lélekben, de reméljük, hogy két hét múlva már ismét templomban fogjuk a találkozást, a nagy találkozást, az oltári szentségben, a szentáldozásban való találkozást is megélni vele. Ámen. Hiszek az egy Istenben. Mindenható Atyában, mennyek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberélet. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és értetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ön szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy kerességet,
a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreid mennyei atyánkhoz, aki mindnyájunkat meghívott szeretett fia mennyegzőjére. Hogy az egyház pásztorai éberen őrködjenek a rájuk bízottak üdvössége fölött. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a gazdag népek és a jólétben élő emberek ráébredjenek a szegények iránti felelősségükre. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a földi élet gondjai el ne tereljék figyelmünket a Krisztussal való találkozásról. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy életünk végén a szent kenet olajával megerősítve eljussunk szent színed látására. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy megkapják az őszinte bűnbánat kegyelmét mindazok, akiket hirtelen halál ragad el a földi életből. Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyei atyánk, egyszülött fiat tanításából tudjuk, hogy van örök élet. Segíts, hogy az örök életre hívó szavad virasztva és felkészülten találjon minket, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Áldozatot hozzatok, Istennek fiai, kenyeret s bort hozzatok, nagy Úrnak szolgái. Tiszteletet adjatok, mindnyájan Istennek, dicsőséget mondjatok az ő szent nevére. Imádjátok Urunkat az ő hajvégában, s hallgassátok szent szavát ékes templomában. Ő királyunk örökké, összegyűjti népét, ő ad erőt, ő ad meg, s adja a békességét. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Kérünk Istenünk, tekints megengesztelődve erre az áldozatra, hogy szívünk odaadásával elérjük, amit fiat halálára emlékezve ünneplünk, aki él és uralkodik mindörökké. Az Úr veletek, és a te lelkeddel, emeljük föl szívünket, fölemeljük az Úrhoz, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A bűn ugyan elszakította fiaidat tőled, de szent fiad vére és szent lelked ereje által te újból magad köré akartad gyűjteni őket,
hogy a nép, amelyet a Szent Háromság egy Isten egyesít, mérhetetlen bölcsességet dicséretére egyházzá váljék, mint Krisztus teste és a Szentlélek temploma. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva szegjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet, Hozsanna magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, kinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, nagy tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá,
hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanokkal, Alkantarai Szent Péterrel, világosító Szent Gergely atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban is bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Gergely érsekünket és kormányzónkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhűnt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert által választod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és Isteni tanításán felbátorodva, így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsük egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten baranya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nélkül. Isten baranya, te elveszed a világ bűneit,
irgalmazd nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok lehettek, mert meghív lakomájára Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Szentséges lakomán, Krisztust vesszük rajta. Felidézzük szenvedésének emlékét. Bensőnket kegyelem ölti el, s a jövendő dicsőség zálloga. Nekünk adatik, halleluja. Thank you.
könyörögjünk. Hálát adunk Istenünk, hogy szentségi ajándékoddal tápláltál minket. Kérjük, hogy szent lelked kiáradása által maradjon meg az igaz lelkűség kegyelme mindazokban, akikben mennyei erőd működni kezdett Krisztus, a mi Urunk által. Kedveseim, úgy néz ki, hogy a tervezés és az elengedés idejét éljük. Másodjára terveztük be, hogy újonnan kinevezett apostoli kormányzónk meglátogat minket november 15-én, de ezt a dátumot is el kell engednünk, ugyanúgy, mint az első dátumot, amikor sajnos ő betegedett meg. De amikor majd a harmadik összejön, az lesz az Isten igaza, és akkor majd ismét hirdetjük, hogy mikor lesz ez az alkalom. Nagyon szépen köszönöm a kántor úrnak, kórusnak az énekét, amelyet nem most énekeltek, hanem ha jól tudom 2017-ben, de a kántor úr, aki ugyanúgy otthon vesz részt a liturgián, bár itt szépen énekelve, csak telefonról, Bluetooth-on keresztül, hogy ezt a négy szólamú éneket a héten elmúlt születésnapomra elénekelték nekem. Én ezt az ő ajándékukként is, az egész egyházközség ajándékaként nagyon szépen köszönöm. És áldással viszontzom. Az Úr veletek. És a te lelkeddel. Megáld benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent is áldozatot bemutattuk, járjunk Krisztus békéjében. Istennek legyen hála. Áldj meg minket, Jézus, kik itt egybe gyűltünk. A te áldásodban kérünk legyen részünk. Ajándékot közöld bőven vélünk. Ne hagyj minket éveidet, szentség nélkül világból kimúlni. Ó, áldott szűz anya, mennyei szép rózsa, boldog mennyországnak, drága gyöngy világa, bűnösöknek édes szószóló. Vigyázz rejám, édesanyám, angyaloknak kegyes királynéjön. Vigyázz rejám, édesanyám, angyaloknak kegyes királynéjön.